Akkor szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a képviselő testületnek a tagjait. Üdvözlöm jegyzőasszonyt, a hivatal és az intézményeink dolgozóit, valamint otthon a tévénézőket. Az önkormányzati testület tagjai egy kivétellel mind jelen vannak. Nyéki Szabolcs előre jelezte elfoglaltságát, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, így velem együtt 8-an vagyunk a képviselőtestületben. Ezért megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, valamint azt szeretném kérdezni a képviselőtestület tagjaitól, vagy kérni inkább, hogy amennyiben egyetértenek a kiküldött napirendi pontokkal, úgy azt kézfelemelése jelezzék. Köszönöm szépen, 8 igennel a testület egyhangul elfogadta a napirendi pontokat. A napirendi pontok első pontja, jelentés a két ülésük közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint lejárt határidő határozatok végrehajtásáról. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete 2023. október 26-án tartotta legutóbbi soros ülését. A képviselőtestület ülésén meghozott határozatokat az érintettek részére kiküldtük, a rendeleteket kihirdettük, a honlapon és a Nemzeti Jogszabálytárban közzétettük. A Bocska út folytatásában egészen az Iperődük terjedő útszakasz Mark aszfaltal történő felújítása megtörtént. A 3 millió forint alatti beszerzésekről szeretnék beszámolni. A Gyár utca 79 számban olyan állapotba kerültek a tetőablakok, hogy muszáj volt kicserélni. Erre két árajánlatot kaptunk. Az egyik az a BR Röntvilágé volt, a másik pedig a Húgyasz Tetőfedő Kft. Annak ellenére, hogy a Húgyasz Tetőfedő Kft. Valamivel drágább árat adott, őt választottam, ugyanis a Röntvilág többszöri felszólítás ellenére az utolsó, tehát amikor már bizottság, nem, amikor már én döntöttem, utána küldte csak el azt, hogy mennyi garanciát vállal rá. Előtte nem adott a garanciára semmiféle információt, mivel egyszer már döntöttem, mert nem akartam visszavonni. Nem különösen nagy összeg a kettő közötti eltérés. A hintafűrészt lettünk, ugyanis ez 280, tehát a még visszatérve a tetőablakra, az anyagostól, munkadíjastól együtt 5 év garanciával 2.986.209 forint volt. A hintafűrészt vettünk, ugyanis ugye már említettem nektek, hogy az Agro Green Kft. Építkezésénél, ami ugye az a uborka termesztésére szolgáló nagy üvegház, ott az üveg, amiben érkezett, annak a göngyölegét azt biztosították számunkra, és ennek ahhoz, hogy ezt a szociális faként ki tudjuk vinni, össze kell fűrészülni, és ehhez vettük ezt a fűrészt. Az állatok csipperési költsége, erről annak idején beszámolt, azt hiszem, hogy a Zoli vagy a Barbie, nem tudom, most pontosan emlékszek rá, de a büntetésekből, amiket állatvédelmi bírságként kiróltak, azoknak az a fedezete ennek, és az állatok csippelésére 271.485 forintot fizettek. Ennek az a konstrukció, hogy egy bizonyos részt az önkormányzat áll az állatorvosi költségből, a többit kell a tulajdonosnak hozzá fizetni. Remélhetőleg még majd ilyen akciókat szeretnénk szervezni, hogy hátson olyan kutyák legyenek, amelyiket a csipp alapján meg lehet állapítani, hogy ki a gazdája. A önkormányzat ugye elhatározta azt, hogy digitalizáltatja a régebbi anyagokat, ehhez kellettek eszközök, és ez bruttó 226.000 forint volt, ami bevásárlásra történt. Minden évben a Hello Tourist kiadványban Ács két oldalon szerepel, részben a Komárom-Esztergomiban, részben pedig a Győr megyeiben, és ez bruttó 817.200 forint volt. Ezek voltak azok a kiadások. Az október 26-i testületi ülésen a választási bizottságban beválasztott új HVB tagok eskütétele 31-én 16 órakor, tehát október 31-én 16 órakor megtörtént. 2023. november 4-én volt a dr. Papp András baráti társaság jubileumi ülése, 50 éve
áll fent ez a társaság, és ezt ennek az ünnepülése volt, ahol magam is részt vettem, sajnos gyorsan el kellett jönni, mert muszáj volt egy temetésen részt vennem. 2023. november 6-án Gerencsén Istvánnal és Héreginé Major Ilonával a játszóterek felújításával kapcsolatos megbeszélést tartottunk. Az összes játszótérnek a felmérése megtörtént. Most tulajdonképpen az anyagoknak a összeírása is már megvolt, hanem azoknak a tulajdonképpeni árazása történik meg, hogy tudjuk azt, hogy az új költség, tehát amikor majd csináljuk jövői költségvetést, hogy mi az az összeg, amit erre félre kell tenni, és így remélhetőleg sikerül. Az anyagokat azt az önkormányzat állja, viszont a munkadíj azt a Gerencsén István szervezésével Szücs Attila is nagy mértékben részt vesz benne, és több más embereknek bevonásával próbálják egy ilyen, úgy mondjam, társadalmi mozgalom keretében rendet tenni. 2023. november 7-én Sári Andrea újságíróval átbeszélésre került az összevont november-decemberi havi újság szerkesztésével kapcsolatos kérdések. Ugyanezen napon Schwarzheit polgármesterével videokonferencián keresztül beszéltük meg az ottani katódjának a településre és a környezetére gyakorolt hatásait, ezt mindenki láthatta. 2023. november 9-én a Csillagerődben önkormányzat energetikával kapcsolatos megbeszélésen vettünk részt. Ugyanezen a napon 17 órakor megtartásra került a hagyományos libanapi felvonulás, és az avisok részéről itt bent a Bokitavodában. Szintén ezen a napon 18 órakor a műveledési házban tartotta bemutatkozását és dolgozóinak toborzását az Agrodinko Kft., mely Ernőmajorban a termálvízre alapozva 6,2 hektáros üvegházat épített. Itt a legmodernebb technológiával kígyóborkát fog termeszteni a cég. Az első dolgozókat januárban veszi fel, majd márciusra feltölti teljesen a dolgozói állományát. Akik ott voltak, ott a önkormányzat tagjai közül volt ott, azok látták, hogy elég nagy érdeklődés volt, hisz a nagy terem jóformán a ülőhelyek teljesen elfogytak, de még állóhelyek is voltak. 2023. november 14-én Vince Attilával, a Hartmann Kft. Vezérigazgatójával a HIPA-ban a területbővítésről tárgyaltunk, mert a jövőbeni terjeszkedésre szükséges. Ezen a napon 17.30-kor az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozókat ünnepeltük egy műsor és vacsora keretében. 23. november 15-én 9 órakor lett véglegesítve a játszótelek felújításával kapcsolatos anyagszükséglet és a teendőket Gerencsén Istvánnak és Héreginé Major Ilonával megbeszélt. Kérem a tisztelt képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el a jelentést a két ülés közötti időszakban történt fontos eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezzel kapcsolatban bárkinek bármilyen kérdése van, amiket tudok, arra megpróbálok válaszolni, hogy esetleg akik itt vannak, azok válaszolnak rá. Nekem a Martaszfaltos útszakasztal lenne az a kérdésem, hogy ott lesz valami súlykorlátozás vagy sebességkorlátozás? Ugye most hát, ez az állagmegőrzés miatt elsősorban. Megmondom őszintén, a súlykorlátozást azt kérdeztem, azt mondták, hogy nem különösebben szükséges, hisz minél többet gyúrják, állítólag annál jobb lesz, meg az lenne a lényeg, hogy ne egy csapásat gyúrják, hanem többön. Esetleg sajátutunk, tehát most már, mert ugye eredetileg az Ácsi mezőgazdasági ZRT-jé volt, de ugye átruházta ingyen és bérmentve ránk, hisz addig másnap nem érdemes utat építeni, és ebből kifolyólag mi elhatározhatjuk, hogy bevezetünk valamilyen súlykorlátozást, kitehetjük a táblát, az a bajom csak, hogy a tábla nem jelent sokat, de minden esetre a célt esetleg jelölhetjük. Neked Péter, ő véleményed? Hát igazából csak a ráhajtó utat óvjuk meg attól, hogy esetleg elkezdjék használni mondjuk nagy autók, nagy teherautók, akár levágandó a települést,
ami persze jó lenne, mert nem lenne akkor a forgalom ott bent, de azoknak annak a kis útszakasznak viszont hogy hát a forgalmat jelentősen megnövelhetni, ha arra elkezdenek menni sűrűbben kamionok esetleg. Ja, hát az az igazság, hogy a Bocskai úton van két olyan szűk szakasz is, ami nem lenne jó, hogyha arra mennének, mert ott a legeleje, ugye tehát ott, ahol a Mackó büfé után mindjárt ugye elkezdődik, meg a Dosztálék előttől szűk. Hát akkor valami behajtani tilos táblát is. Hát talán 20 tonna, ugye az valamilyen szépen kizárna a nagy autót, de azért mondjuk egy kivéve mezőgazdasági gépek, ugye az is néha elérheti a... Hát de, főleg most van el. Na, akkor azt nem tudom, hogy nekünk ezekben a témákban általában a szaktanácsadónk az a Musi cég, a Különút Kft. Esetleg akkor beszélünk velük, hogy milyen sebességkorlátozást javasolnak meg. Ez legjobb lesz, mert mindig, tehát egy helyszíni szemlét tartani vele. Általában ilyen 8 óra körül szokott győri munkahelyre menni Komáromból, mert Komáromból lakik, akkor meg szoktam kérni, hogy amikor megy, akkor ugorjon be. Mert utoljára most, amikor a rendőrség előtt megcsináltuk a behajtót, akkor kértem, hogy jöjjön ki a helyszínre, azt beszéljük be. Az mondjuk ebből ki is maradt a beszámolóban, hogy azt elkészítettük, úgy, ahogy megegyeztünk a rendőrséggel. Nem ígértünk mást, csak murvás behajtót, ezt megcsináltuk. Annyit még majd tavasszal megoldunk, hogy az, ahol a zöld felületen jön köröztünk, tehát a járdai és az út között, az nem egy nagy összeg, azt le fogjuk térkövezni. Mert mégiscsak jobban fog kinézni. Még valakinek ebben kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor én a határozati javaslatot felolvasnám. Ácsváros képviselő testülete a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel egyhangulag elfogadtuk. A következő az a vagyonrendelet módosítása, amit az ügyrendi bizottság tárgyalt, Attila parancsolja. Az ügyrendi bizottság tárgyalta. A világgazdasági helyzet okozta gazdasági válság miatt a inflációs ráta jelentős mértékben megnövekedett. Ezáltal minden szolgáltatás és beszerzés ára nőtt, ezt tette indokolás, hogy a vagyonrendelet módosítva legyen. Az előterjesztés szerint az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és 4 egybehangzó igennel elfogadásra javasolja a képviselőtestetnek. Köszönöm szépen, akkor én valakinek ebben kapcsolatban nincs, akkor én olvasnám a döntési javaslatot. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja Ácsváros önkormányzata képviselő testületének önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályról szóló 3/2022 második 14 önkormányzati rendelet módosításáról. Aki ebben egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel elfogadtuk ezt is, és ugye ennek a vagyonrendeletnek a módosítása hozta magával a következő napirendi pontunkat is, az SMS módosítása, ezt is az ügyrendi bizottság tárgyalta. A vagyonrendelet módosítása hozta magával az SMS módosítást, az előterjesztés szerint az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és 4 egybehangzó igennel javasolja a képviselőtestetnek elfogadása a SMS módosítását is a előterjesztésnek megfelelően. Köszönöm szépen, valakinek ebben kapcsolatban, amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, olvasnám a döntési javaslatot. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja Ácsváros önkormányzata képviselő testületének önkormányzati rendeletét az Ácsváros önkormányzat képviselő testülete és szervei szervezet és működés szabályzatáról szóló 2/2023 önkormányzati rendelet módosításáról. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfeltartásra szavazzon.
Köszönöm szépen, 8 igennel egyhangulag elfogadtuk az SMS módosítását. A 2024 évi belső ellenőrzési terv elfogadása, ezt is a ügyrendi bizottság tárgyalta. Minden évben szükségessé válik az, hogy a belső ellenőrzési tervet ki legyen dolgozva és el legyen fogadva. Az ügyrendi bizottság megkapta az ehhez szükséges anyagokat, és az előterjesztésnek megfelelően 4-1-1-ben hangzott igennel javasolja a képviselőtestetnek elfogadását. Köszönöm szépen. Ebben kapcsolatban valakinek valami nincs, akkor olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete a 2024 évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint adja jóvá. Az önkormányzat, a hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályozottságának, a belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése 8 nap, az Ácsi Bóbita óvoda gazdálkodásának, belső kontrollrendszerek kialakításának, működtetésének ellenőrzése, ez egy átfogó ellenőrzés 8 nap, a leltározási selejtezési tevékenység ellenőrzése 8 nap, és utóellenőrzés pedig 6 nap. Aki ebben a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy készfenntartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel ezt is elfogadtuk. A képviselőtestület 2024 évi munkatervének elfogadása, ezt is az ügyrendi bizottság tárgyalta. Képviselőtestület munkaterve 2024 évre, képviselőtestület üléseit elfogadott munkaterv alapján tartja évente legalább 6 alkalommal, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzat a Szent Júliusban a képviselőtestület rendes sorosülés nem tart, 24 évre előre tervezett munkaterv szerint a képviselőtestület meghívott napirendi pontjai természetesen kiegészülnek az aktuális felmerült tárgykörökben újabb napirendekkel. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztés szerint 4-1-ben hangzó igennel javasolja a képviselőtestületnek elfogadását. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban kérdés, amennyiben nincs. Olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 2024 évi munkatervét. Aki ebben egyetért, kérem, hogy készfenntartásra szavazza. Köszönöm szépen, 8 igennel ezt is elfogadtuk. A következő az a 2024 évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése. Ezt is az ügyrendi bizottság tárgyalta, parancsolja Attila. Ügyrendi bizottság megkapta az anyagot ezzel kapcsolatban is. 24 évi igazgatási szünet javasolt időpontjai 2024. január 2 és 24. január 5, ez 4 munkanapot jelent. 2024. július 22 és július 26 között 5 munkanap, és 2024. december 23 az 1 munkanapot jelent. 2024. december 30 és 24. december 31-2 munkanap. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztés szerint, és 4-1-ben az igennel javasolja a képviselőtestületnek elfogadása az igazgatási szünet időpontjait. Köszönöm szépen ezzel kapcsolatban. Határozati javaslat olvasnám. Ácsváros önkormányzata képviselőtestülete, ahogy az Attila felolvasta, az szerinti napokon, erre a terjedő időszak munkanapjai igazgatási szünetet rendel el. A képviselőtestület felkéri edzőt, hogy gondoskodjon az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról. Aki ebben a határozati javaslattal egyetért, azt kérem készfenntartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel elfogadtuk. Most az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ SMS módosítása következik. Parancsolja Attila. Ezt is a... Igen, ügyen, bizonyos ászak SMS módosítását. Itt tulajdonképpen ez azért vált szükséges, mert a 23 főről 24 főre emelkedett a dolgozói létszám. Intézményvezető asszonyal átbeszéltük, a SMS-ből a kikerülő részek átettek újra, és illetve emelve az a bekerülő új részek. A ügyvédelmi bizottság megtárgyalta, megbeszélt, és 4-1-ben hangzó igennel javasolja a képviselőtestületnek elfogadását. Köszönöm szépen! Határozati javaslat. Ácsváros önkormányzat képviselő testülete az előterjesztés szerint elfogadja az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezeti és működési szabályzatát a
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel egyhangulag elfogadtuk. A 8. napi rendi pontunk a csapadékvíz elvezetés fejlesztéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkező ajánlatok. Ezt a pénzügyi és település fejlesztési bizottság tárgyalta. Maci parancsolja. Köszönöm szépen a szót. A önkormányzat még egy korábbi időpontban pályázatot nyújtott be, TOP 20-os pályázat keretében csapadékvíz elvezetése és ének fejlesztése címen, ami sikeres pályázatnak bizonyult és 300 millió forint összegben a támogatási szerződés aláírásra is került. Ez a projekt 5 fő szakaszra van tagolva, nem részletezve csak az 5 fő szakasznak a összefoglaló nevét mondanám, a Dózsa-György utca, Község utca, Vörösmarty utca, a második a Komáromi utca, a harmadik helyszín a Fő utca, a negyedik helyszín a Ady Endre utca, és az ötödik helyszín az Árpád utca. Természetesen ezek a környezetében is zajlanak a munkák, nem csak ezekben az utcákban, ami ehhez kapcsolódik, ehhez tartozik. A tervek elkészítése az megtörtént, és az engedélyeztetési eljárásra be is vannak nyújtva, és mi készen állunk arra, hogy a kivitelezői közbeszerzést megindítsuk. Ehhez viszont szükséges lenne az, hogy egy műszaki ellenőrt válasszunk, hiszen a bíráló bizottságnak kellene egy szakmai műszaki tagjának is lenni, és ez lenne a műszaki ellenőr. Beérkeztek az árjának a műszaki ellenőri feladatok ellátására, és a legjobb ajánlatot a Madexa VT nyújtotta be. A pénzügyi bizottság őket javasolja a feladatok ellátására, a képviselőtestületnek egy hangulat. Köszönöm szépen ezzel kapcsolatban. Mennyiben nincs, akkor én olvasnám a határozati javaslatot. Ács város képviselő testülete a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretében a TOP plusz 1-2-1-21 KU1 élhető települések című pályázati felhívásra benyújtott TOP plusz 1-2-1-21 KU1 2022 4-0 és 4 pályázati azonosítószámú nyertes pályázat építési beruházásának kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozási szerződést köt a Madexa VT céggel bruttó 5.200.000 forint vállalkozási díj ellenében. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel ezt is elfogadtuk. És akkor a 9. napi rendre térnénk. Ez az ingatlanügy vételi szándék, pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, parancsolni. Köszönöm a szót. Az elmúlt időszakban Apai Zoltán Ácsfőút 60 számlatti lakos fiatal gazdálkodó ingatlan vásárlási kéremet nyújtott be az önkormányzathoz, ami 3 darab zárt kerti ingatlan megvásárlását tartalmazza. Ezek a területek fizikailag az Egyes út mellett a Rósta réten helyezkednek el a pénzeses település és a Lombér utcával szemben. Elkészült a területekre az ingatlanbecslés, és ugye a vagyonrendőrtünk értelmében a vevő terheli az ingatlanbecslésnek a költsége is. 480.000 forint lenne ingatlanbecsléssel együtt a területeknek az értéke, és a földforgalmi törvény értelmében kifüggesztésre kell, hogy kerüljön az adásvételi szerződés. Ezzel kapcsolatban a pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja az adásvételi szerződés megkötését a határozati javaslat szerint. Oké, köszönöm szépen ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor a határozati javaslatban benne vannak a nagyságok is, tehát kis területekről van szó, úgyhogy ott azt lehet majd látni, ezért olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzatának képviselő testülete Abai Zoltán Ácsfő utca 60 szám alatti lakos részére eladja 2941 Ács zárt kert 7251/1 helyrajzi számú kertművelési ágú 843 négyzetméter nagyságú ingatlan, a 7252-es helyrajzi számú kertművelési ágú 1169 négyzetméter nagyságú ingatlan és a 7254 helyrajzi számú kertművelési ágú 1210 négyzetméter nagyságú ingatlan 480.000 forintos vételáron Ácsváros képviselő testülete mellőző nyilvános versenyeztetést. Aki ebben egyetért, az kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igényben egy hangulat megfogadtuk. A következő, az pedig rend,
a településről szóló régi felvételek digitalizálása, ezt is a pénzügyi és településfejlesztési bizottság tárgyalta. Parancsolja, Laci. Köszönöm szépen. Itt az elmúlt ülések egyikén, ugye Hérgi Péter képviselő úr javaslatára felmerült ez a gondolat, hogy a régen rögzített anyagokat, amik VHS, CD, DVD lemezeken tárolva vannak, egy korszerű adathordozóval legyenek átmentve, és természetesen támogatta ezt a képviselőtestet, és ezzel kapcsolatban árajatot kértünk be ennek a feladatnak az elvégzésére Szocsú Mihály úrtól, aki 30 éve folyamatosan ellátja a település életében a fontos eseményeknek a rögzítését, és nem menjünk el amellett, hogy meg is köszönjük a munkáját és a kitartását ezzel kapcsolatban. És Szocsú Mihály az ajánlatot tette ennek a munkának az elvégzésére, azt azért leírta és el is mondta, hogy ez nem egy ilyen rövid időszakot felölelő dolga, hanem ez legalább egy évig eltartó munka, hiszen elég aprólékos ezt előkeresni és újra átdolgozni, illetve ezekre az adathordozókra szenteni. A határozati javaslatban szerepel az, hogy 8 óra tiszta digitalizált MP4 formátumban lementett anyag elkészítésére 5000 forint per óra díjazás ellenében vállalkozik, 2023. december 1. napjától kezdődően, és 2024. november 30-áig tartana ez a folyamat, ez a munka. Tehát 2024-es költségvetésben is 11.000 forintot kell erre a feladatra nekünk költségvetésben biztosítani. A határozati javaslatot egyhangulag támogatta és elfogadásra javasolja a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan azt hiszem, hogy a Péternek a felvetése az teljesen, hát azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a 24 óra jött, mert tényleg úgy van, hogy a régi értékeket meg kéne őrizni, és sajnos ezek a hordozók, amikről beszéltünk, vagy beszélt a pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnöke, ezek azért nem a megbízhatóak olyan szempontból, hogy időtávúak lennének. Én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzat képviselői testülete megbízza Doksa Mihály egyéni vállalkozót a település életében fontos társadalmi eseményekre vonatkozó digitalizálási munkák elvégzésére havi 8 óra tiszta digitalizált MP4-es formátumba lementett anyag elkészítésére 5000 forint per óra díjazás ellenében 2023. december 1. napjától kezdődően határozott időre 2024. november 30 napjáig tartó időtartalma. Az elszámolás a teljesített órák alapján teljesítésigazolás szerint történik. Az ellenérték maximális havi összege 40.000 forint, azaz 40.000 forint. 2023. december havi kiadás az általános tartalékot terheli. Képviselőtestület 2024-i költségvetésében 440.000 forint összeget irányoz elő a digitalizás elvégzésének fedezésére. Aki ebből egyetért, az kérem készfeltartással szavazom. Köszönöm szépen, 8 igennel elfogadtuk. Még annyit szeretnék hozzátenni, ez a intervallum az azt jelenti, hogy egyelőre így van, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire jut, meg biztos, hogy ki fognak alakulni tapasztalatok, meg stb. És akkor a tapasztalatok alapján meg látjuk, vagy főleg a Visi látja majd, hogy még mennyi munka van hátra, akkor majd a új képviselő testület akkor újból majd szerződik vele, remélem. Az adhok bizottság bővítése, ezt az ügyrendi bizottság tárgyalta. Köszönöm. A ügyrendi bizottság megkapta az előterjesztést. Javaslata hatódjára kapcsolatos tájékoztatás céljából megalakult adhok bizottság bővítésére. Ácsváros önkormányzat a szeptemberi képviselőtestület ülésén határozott a hatódjára kapcsolatos tájékoztatás céljából megalakult adhok bizottság lehetséget bővítéséről. Az érintett környékbeli polgármesterek körül csak Bávonnáról érkezett a hívásos ajánlás. Ennek alapján javaslata a következő volt. Ácsváros képviselőtestület a katolgyára kapcsolatos tájékoztatás céljából megalakult adhok bizottság Bávonnáros ajánlása alapján
a Bábonai Önkéntes Tűzoltó Egyesek képviseletében Német Istvánnal bővíti ki. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az előterjesztésben foglaltakat 4-1-ben az ügyének javasolja elfogadást. Köszönöm szépen! Én olvasnám a határozati javaslatot. Ácsváros képviselő testülete a katódgyárral kapcsolatos tájékoztatás céljából megalakult adhok bizottságot Bábónaváros ajánlása alapján a Bábónai Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Németh Istvánnal bővíti ki. Aki ebben egyetért, ezt kérem készültartásra szavazzon. Köszönöm szépen. 8 igennel egyhangulat elfogadta a bizottság a napirendi pontot. És a következő az pedig len, Ács helységnév névhasználat engedélyezési kérelem. Ügyrendi bizottság tárgyalta szintén ezt a napirendi pontot is. Igen, ügyrendi bizottság megkapta ezt a napirendi pontot, de hiányoknak és nem kidolgozottnak találta a kérelmet, ezért 4-1-ben az igennel ezt a kérelmet elutasította, és kéri a képviselő testetet, hogy levélben, írásban tájékoztassa erről a csoportot, amennyiben a képviselőtestület ezzel nem fog egyetérteni, vagy pedig kérjen be olyan adatokat, információkat, hogy hogyan szerveződne, milyen formában, milyen céllal ez az egyesület, mi lenne a tevékenységük, vagy mit szeretnének, vagy mit szeretnének tenni Ácsért. Nem tudunk semmit ezzel esetre kapcsolatban, ezért az ügyelmi bíróság 4 tagja döntött, hogy most ezt nem tárgyalja, ezt javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése vagy kérdése? Amennyiben nincs, én olvasnám a határozati javaslatot. Tehát annyit szeretnék csak mondani, hogy a kérelemben úgy érkezett be hozzánk, hogy kiálltunk két ellel, a T pedig zárójában van téve. Na most, hogyha ez két el, akkor a magyar értelmező szótár szerint ez az, hogy kiállunk valamiért. Tehát két lábbal kiállunk valamiért. Ha kiálltunk, akkor pedig csak egyel. Tehát egyszer már ez egy probléma ebben az egészben. De olvasnám végig akkor a határozati javaslatot. Ácsváros önkormányzatának képviselőtestülete elhatározza, hogy a kiálltunk Ácsi csoport egyesületi alakulása után az Ácsi helységnév használatához hozzájárulását nem adja meg. Képviselő testület döntésének meghozott a során figyelemmel volt a kérelmező által előterjezett kérelem alábbi hiányosságaira. A kérelmező nem mutatta be a jövőben megalakítani kívánt egyesület tekintetében az engedélyezett névhasználat pontos szövegét, az egyesület település szintű székhelyét, a névhasználat időtartamát. A kérelmező nem mutatta be az egyesület társadalmi szerepvállalását, tevékenysége vagy működése Ácshoz kötődését. Nem mutatta be azt a csoportot, melynek érdekében fellép, amelyet támogat. Nem mutatta be azt a tevékenységét, amelyel Ácsváros önkormányzat által ellátandó feladatokat esetlegesen segíteni, támogatná. Az önkormányzat által támogatott rendezvényeken, programokon való esetleges részvétele nem ismert. A magyar helyesírás szabályának nem felel meg, így értelmezhetett az egyesület neve. Aki ebben a határozati javaslattal egyetért, az kérem, hogy készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel nem fogadtuk el a beadványt. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a mai napon érkezett egy kiegészítés, de ugye ez már arra alkalmatlan, hogy a mai napon ebbe tudjunk is valamilyen döntést hozni, hisz előtte a bizottságnak ezt meg kell tárgyalni, és ez, mivel bizottságülés hétfőn volt, így ezzel kapcsolatban most döntést hozni nem tudunk, amennyiben a következő, tehát az, amit most újabb beadvány érkezett, ezt majd a következő önkormányzati ülésre fogjuk beterjeszteni, és akkor a bizottság meg tudja majd pontos, tehát a beadványt el tudja olvasni, értelmezni tudja, stb. Ennyit szerettem volna még ehhez hozzátenni. És az egyebekben pedig a következő van, hogy ugye a december 1-től a minimálbér és a garantált bér
az 15%-kal emelkedik. Ezért a képviselőtestület ezt a, vagy hát nem a képviselőtestület, hanem a bizottsági ülés, mert ez ugye közbe alakult ki, tehát a kimenő anyagban nem volt benne, ezért a bizottsági ülésnek már írásban előre tudtuk terjeszteni, és akkor ugye a bizottságok úgy nyilatkoztak, hogy hát amúgy is egy kötelezően kialakítandó dolog, hogy 15%-kal felemeljük a béreket. A pénzügyi vezető kiszámította, hogy nem kell az idei évben az egy december miatt módosítani előirányzatot, hisz a bérkeretből, ami még van a különböző intézményeknek, polgármesteri hivatalnak, az kigazdálkodható, így ebben az évben ebből fogjuk fizetni, a jövő évben meg természetesen a költségvetésben az új munkabérek majd be lesznek tervezve. Aki ebből a előterjesztéssel, tehát hogy az idejében nem kell előirányzatmódosítás, a fizetéseket azt 15%-kal, tehát nem a fizetőt, tehát a minimálnél 15%-os emelkedése és a garantált munkabér, akiket ez érint, azoknak mindegyiknek a munkabére ilyen szempontból változni fog, és hogy azt megmondtam az előbb, hogy nem kell irányzat, aki ebben egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igennel ezt is elfogadtuk. Parancsolatok. Polgármester úr, ehhez kapcsolódva, ha tehetnék egy indítvány, vagy egy javaslatot a polgármester úrnak, vagy a képviselőtestnek, beszéltünk el is a bizottsági ülésen, hogy az önkormányzat dolgozói viszonylag egy nyomott bérért dolgoznak az önkormányzatnál, meg közalkalmazottak, vagy közviseli bértáblában vannak. Ez a bér emelés, amit most kapnak, ez egy kötelezően kapandó bér. Én azt szeretném volna kérni itt a polgármesterétől, vagy a képviselőtestőt, ha lehetőség lenne rá, vizsgáljuk meg azt, hogy nem tudnánk itt a önkormányzati dolgozóknak egy másik lehetőséget, vagy egy béremelést, vagy egy, hogy mondjam... Hát egy nagyobb bért, hogy tudnánk fizetni. Hogy tudnánk egy nagyobb bért fizetni neki, mert én úgy érzem, hogy ők a motorja ennek a városnak. Az önkormányzat dolgozói, a szociális szolgáltatás központ dolgozói, a bölcsődei dolgozók, az újdalai dolgozók, akik ide tartoznak az önkormányzathoz, ők viszik igazából ezt a várost, és ha megnézzük a külső cégeknél tapasztalt fizetésekhez képest ők bizony egy jóval nyomottabb bért kapnak, és örülhetünk, hogy itt dolgoznak és végzik becsülte a munkájukat és köszönet is érte. Én ezért tettem ezt a javaslatot, vagy indítványt, hogyha lehet ezt egy később időpontban vizsgáljuk meg, hogy tudunk-e nekik esetleg valamilyen formában bért emelni. Köszönöm szépen. Ez teljesen így van, hogy te mondod. A jövő évi költségvetésnél, hogyha valaki harcolni szokott azért, hogy a dolgozóknak nagyobb pénze legyen, az ott ül, az annál az. Úgyhogy mikor csináljuk, mert ugye most már decemberben elkezdjük a jövő évi költségvetést, és akkor minden egyes intézménynek a vezetőjével, illetőleg a polgármesteri hivatalnak a béreivel kapcsolatban is mindent külön átnézünk, megnézzük. És hát attól függ, hogy lesz-e anyagi lehetőségünk, de amennyiben lesz, én nekem is ugyanez a véleményem amúgy, mert hogyha megnézed a versenyszférának a béreit, meg megnézed az itteni béreket, és azért az az igazság, hogy azok, akik mondjuk a könyvelésben, vagy mindegy, most akárhol dolgoznak az igazgatásban, vagy a pénzügynél, mindegyik egy speciális munkaterület, de ugyanolyan speciális munkaterület ott a házi gondozók meg, akik ott vannak. Tehát azért azok, akik napjában háromszor kimennek egy beteghöz, és azt ott forgatni kell, pelenkázni kell, meg ehhez hasonlót, én azt gondolom, ők is megérdemelnek nagyon sokat. Arról ne is beszéljünk, mert az is úgy van, hogy akik az ácsi gyerekekkel kiskoruktól kezdve, tehát a bölcsödében meg az óvodában foglalkoznak,
azok is megérdemelnék, hogy nagyobb fizetést kapjanak. Tehát én azt gondolom, hogy senkit nem kell meggyőzni abban, hogy itt amennyiben lehetőség van, adjunk nagyobb munkabéreket. Megpróbáljuk, de sajnos a anyagi lehetőségeink függvényében tudjuk csak ezt megoldani, de szem előtt fogjuk tartani, attól ennyit megígérek. És majd úgyis a költségvetésben ti fogjátok megszavazni, tehát látni fogjátok azt, hogy mi a helyzet ebben kapcsolatban. De előkészítésnél már ezt mindjárt figyelembe fogjuk venni. Jó? Ennyit tudjuk erre mondani. Nem tudom, valakinek még esetleg parancsolatot. Nekem még egy ilyen apró bejelentés vagy észrevételem van, hogy ugye az önkormányzat bizottságai általában összevonva üléseznek, és most ebben a hónapban, múlt héten, 14-én a UN Erőforrás Bizottság külön összeült, amiatt, hogy a Burza Hungarika ösztöndi pályázattal kapcsolatban döntést hozzunk, és igazából csak pár szóba tájékoztatnám a bizottság, a testület tagjait, illetve a lakosokat, ahogy ez a munka is folyik, illetve döntés született. Tehát gyakorlatilag ezzel kapcsolatban, amit lehet tudni, az az, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma évek óta elindított ezt a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázatot, ez ugye a település szintén az elmúlt időszakban mindig csatlakozott. Ugye ennek keretében a felsőoktatásban tanulók szociális rászorultsági alapon pályázati pénzhez juthatnak. Gyakorlatilag a testület határozott, hogy idén is csatlakozik az önkormányzat ehhez a pályázathoz, és gyakorlatilag ennek megfelelően kiírásra került. Sajnos nagyon kevés diák jelentkezett rá. Évek óta egy kicsit csökken a számuk a jelentkezőknek, de az idén talán a csökkenés drasztikus volt, tehát fele annyian öten jelentkeztek, mint mondjuk a tavalyi évben, és majdnem harmada, mint a tavaly előtti, pedig az önkormányzat a rendelkezésre álló felületein hirdette. Talán ezen el kell gondolkozni, hogy mi az a mód még, vagy az a lehetőség, ahol még szélesebb körbe esetleg a jövőben ezt hirdetni tudjuk. Gyakorlatilag 5 ácsi lakóhelyen rendelkező fiatal jelentkezett erre a pályázatra. 4 A és 1 B típusú hallgató, tehát egy, aki érettségi előtt áll és felsőoktatási intézményen fog jelentkezni. Egy viszonylag magas összeget különít el az önkormányzat minden évben. Ez annyival csökkent, hogy a tavaszi szemeszterre jutó összeg díja ebből az éves díjból lejön, tehát így gyakorlatilag több mint 2,5 millió forint lehetett volna elhoz szétosztani a jelentkezők között. Természetesen a szűk körű jelentkezés miatt a teljes összeg nem került kiosztásra, de a bizottság a hivatal dolgozóitól kapott részletes háttéranyag segítségével, amit köszönjük szépen, azt gondolom megpróbált egy becsületes és tisztességes összeget megszavazni a jelentkezőknek, ami sikerült is, úgyhogy az idejében is 5 diákot tudunk támogatni, tehát minden jelentkezőt tudunk támogatni. A körző településekhez képest azt gondolom, hogy lényegesen jelentősebb összeggel. Köszönöm, Péter. Piroska, hogyha nem jól mondom, akkor javítsák ki, ugye ugyanennyit mellé értesz az állam. Nem ugyanennyit, az állam maximum 5000 forint, ez mellé csak így van. Így van. Tehát az állam 5000 forint, már többet nem tesz a oktatásra. Én azt gondolom, Péter, hogy a oktatási intézményünkkel is fölhívják a gyerekeknek a figyelmét arra, hogy van egy ilyen lehetőség. Igen, tehát számomra érthetetlen, hogy... Nem csak mi hirdetjük, hanem a persze, oktatási intézményekbe is hirdetik. Nem tudom, Isten bizony, nem tudom már, hogy lehet megszólítani az ácsiakat, mert itt volt a futács. Hát alig volt rajta ácsi. A legtöbben Budapesttől, Felvidéktől, Győrtől, Soprontól, mindenhonnét voltak emberek, ácsi meg alig volt egy-kettő. Tehát pedig már nem tudom mióta hirdettük, hagyomány, hogy van már egy ilyen, tehát tudhatnál. A felvételek is készültek, amik fölkerültek a YouTube-tól kezdve mindenhova, tehát a lehetséges helyekre. Úgyhogy én nem tudom, hogy mivel lehet az ácsiakat nagyon megszólítani. Van egy mag, aki mindennel részt vesz, ott van, eljön, ott itt is nem is egy olyan, aki azért jött el, hogy befizette a startdíjat, de beteg volt, nem indult el, vagy ehhez hasonló, tehát vannak ilyen emberek is.
Nem tudom, lehet, hogy az Erikát kellene megkérdezni, a Szűcs Erikát, mert a bálokat nagyon jól tudja megszervezni, annyian vannak rajta, hogy azokon a bálok, annyian sehol sincsenek, mint azokon a bálokon. Úgyhogy innét is gratulálok neki. Úgyhogy ez van. Jó. Nem tudom, van még esetleg valami? Hát amúgy azért is mindig ezt itt, mert ez annyira speciális, csak a Humán Bizottság tárgyalja meg határidő, meg ez a helyzet. Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm mindenkinek a részvételt, és ezen kívül megköszönöm a tévőnézőknek is, akik érdeklődve nézik ezt a dolgot, hogy figyelnek bennünket. Köszönöm szépen!